Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket. Én Fanni vagyok. Én pedig Laci, az Anime program oktatói vagyunk. Az Anime program egy bárki által könnyen végrehajtható erős energia gyakorlatokból álló program, ahol a légzést, a mozgást és a figyelmünket bevetjük annak érdekében, hogy fejlődjünk. Ha bővebben érdekel titeket, akkor az interneten megtaláltok minket a www.anameprogram.com oldalon, ahol sokkal több információt kaphattok. A mai alkalom témája az lesz, hogy hogyan gyakoroljunk. Erről fogunk nektek beszélni Lacival, hogy hogyan tudjátok az otthoni gyakorlásotokat minél hatékonyabbá tenni, illetve hogy milyen órákat tudunk nektek biztosítani, kínálni, mik a saját tapasztalataink, mik azok, amikre érdemes figyelnetek. És mik azok a dolgok, amik segítenek abban, hogy az ember minél gyorsabban tudjon fejlődni, és a gyakorlása, hogy kell felkészülni ezekkel kapcsolatosan. Úgyhogy erről fogunk most beszélgetni. Ja. Vágjunk is bele? Igen, kezdjük is. Ugye egyrészt többfajta gyakorlási lehetőség van a csoportos óra, az anami központokban, az egyéni terápiás óra, akár az anami központokban, akár pedig Skype-on keresztül, vagy az otthoni gyakorlatok, amit az anami honlapon is megtalálhattok. Így van, és nagyon fontos, hogy ezek a gyakorlatok, ahogy már említettük a bemutatkozóba, bárki által végezhetőek, és azért az sose tartson senkit vissza, hogy milyen egészségügyi problémával rendelkezik, mert mind a csoportos órákon, mind az egyéni órákon, Skype-on keresztül is meg tudjuk oldani azt, hogy átalakítjuk a gyakorlatokat, illetőleg az otthon végezhető gyakorlatoknál is mindig van könnyített verzió. Amik esetében fel is soroljuk, hogy milyen esetekben ajánljuk mindenképpen, illetve hogyha valakinek a mozgása úgy korlátozott, hogy esetleg például nem tud állni, mindig van egy ülő verzió is a gyakorlatokra. Úgyhogy ilyen szempontból ez a módszer nagyon nagy segítség tényleg minden helyzetre és minden egészségügyi problémával rendelkező ember számára. Igen. Itt fontos megemlíteni azt, hogy ne azt figyeljétek, hogy más állva meg tudja csinálni a gyakorlatot, én meg ülve is alig. Mindenki a saját egészségügyi állapotának megfelelően tudja csinálni a gyakorlatokat, és ezért fantasztikus ez a dolog. Mert lehet, hogy az van leírva, hogy egy könnyített verziója van annak a gyakorlatnak, de az nem azt jelenti, hogy kevésbé hatásos. Sőt, ugyanúgy hatásos, mint a normál változata a gyakorlatnak, csak az egészségügyi állapotnak megfelelően van átalakítva. Tehát nem kell félnetek attól, hogy kevesebb lesz a gyakorlás ereje, hogyha a könnyített verziót csináljátok. Ez nagyon fontos. Igen. És nagyon fontos, hogy ráadásul amellett, hogy nem kevésbé hatékonyak a könnyített verziók, azoknál az eseteknél, amiknél föl is soroljuk, hogy mindenképpen ezt végezzétek, ráadásul hatásosabb is, hogyha ezt a verziót végzitek. Könnyebben túl tudtok jutni ezekben az esetekben az adott problémán. Igen, nagyon fontos, hogy a gyakorláshoz először is kicsit térképezzétek fel saját magatokat, hogy milyen egészségügyi probléma van, milyen gátok vannak abban, hogy a gyakorlatot végezzük, milyen állapotban vagy te magad. És annak megfelelően választ ki az otthon végezhető gyakorlatok közül azt, amelyik a normál verzióhoz kapcsolódik, vagy azt, amelyik a könnyített verzióhoz. Mindenről a honlapon találsz segítséget, illetve a honlapon belül a gyakran ismétlődő kérdések halmazban és ott a kérdések között is találtok erre válaszokat. A gyakorlásnál, és ez mindannyiunk témája, inkább így fogalmaznám meg, a gyakoriság, az intenzitása. Te hogy voltál ezzel az előtt? Fú, nem jól. Nem, az a helyzet az, hogy amikor én ugye elkezdtem, ugye pánikbeteg voltam. Na akkor, mint a jó gyerek, ugrottam rá a labdára, amennyit csak tehettem, mert akkor az annyira feszített, és annyira rosszul voltam. Tehát akkor az egy ilyen, mint az étel.
De milyen gyors is volt a fejlődés. Az nagyon gyors, de hát akkor beleadtam apait, anyait, tehát tényleg állandóan toltam a gyakorlás. De onnantól kezdve, hogy azért úgy stabilizálódtam, jobban lettem, hát azért akkor jött az, hogy... Nem nyomott annyira az élet, hogy fejlődjél már. Igen. És tehát órákra mindig jártam. Én azt hozzá kell tenni, hogy én külföldön éltem akkoriban. Tehát nem Magyarországról gyakoroltam, hanem akkor azt csináltam, hogy amikor, és akkor még ugye nem volt szkálpos óra. Igen. Tehát amikor itthon voltam, akkor egyrészt én nagyobb kurzusokra mentem el, amikor már voltak. Illetve mentem mindig egyéni terápiás órára, és akkor több, tehát én tömbösítve mentem. Tehát akkor viszonylag sok terápiás órát vettem, és akkor a végén mindig volt házi feladat, azt vittem magammal. És hát akkor azt, hát mikor, hogy? Tehát azért nem volt az mindig egy nagy rendszeres gyakorlás. Voltak időszakok, amikor rendszeresebben beleálltam, rendszeresebben csináltam. Voltak időszakok, amikor hát eléggé helyek közel. Szerintem volt olyan is, hogy mentem terápiás órára, volt házim, és talán ha egyszer megcsináltam, tehát azért így a 11 év alatt elég sok minden előfordult. És hát én azért küzdött, tehát az én habitusom az nagyon megküzdött a fegyelmezettséggel, meg a keretek. A rendszerességgel. Én ezt a monotonitással, hát én ezt nagyon nehezen viseltem, tehát az nagyjából a világ kikergetett. És ha meghallottam a kell szót, akkor biztos, hogy nem. Tehát az a másik irány. Úgyhogy nekem ebben meg kellett küzdeni. De mostanra, képzeld el, ilyen jó leső lett a rendszeresség. És nem egy ilyen tudatos elhatározás, hogy most már ez jól esik. Hiányozna, hogyha kimarad? Hát most, ha őszinte vagyok, ha egy nap kimaradna, akkor most nem mennék Dunának. De egyébként... Meg hát azért a meditációval is, tehát ha csak az utcán járunk, vagy én akkor is szoktam ebben szórakozni, és akkor abban is az ember úgy meg tudja magát ezért emelni, de tény az, hogy azért, hogyha hosszan kimaradna, az nem lenne jó, mert azért ez csak egy segítséget, egy munkót ad, hogy folyamatosan a rezgésünket így emelgessük, és hát ez egy jó eszköz, miért ne élnénk vele? Vagy hát most már így vagyok el fel. Nálad, hogy van, te azért jó vagy fegyelmezettségben. Köszönöm szempontból, igen. Bár én a csoportos órákkal kezdtem annak idején, és akkor eleinte nekem elég is volt ugye a sport mellett, úgyhogy eljártam csoportos órákra, úgy hetente egyszer-kétszer, és akkor mellette még sportoltam, akkor még táncoltam, és hát lekötött az energiám. És akkor ott nem kaptunk házi feladatot. Akkor még nem volt? Az egy gyakorlat? Volt egy gyakorlat, de ez nem volt úgy kinevezve házi feladatom. Néha csináltam, néha nem csináltam. Sokáig nekem is a mellkaslabdás gyakorlat volt, például a stresszódó labda gyakorlat, így megtaláljátok holnapon is. Az én házi feladatom. És hát pláne az, amikor a labda nyom, akkor valahogy az embernek úgy nincs kedve csinálni a gyakorlatokat természetesen, hiszen a test az tiltakozik, tehát ez is benne volt. Ugyanakkor viszont idővel, ahogy egyre többet gyakoroltam, már egyre régebb óta csináltam, éreztem, hogy van egy húzása, ami olyan, amit tudatosan csak most látok rá arra, hogy egyre jobban olyan lett, mint hogyha ha nem csinálna az ember, akkor már úgy kényelmetlenül érzi magát, és nem csak lelki szinten, hanem testileg kívánja az ember, hogy csinálja ezeket a gyakorlatokat. Innentől viszont már úgy éreztem, hogy van egy megtartó ereje, amikor már nem kell úgy erőt venni magán az embernek. Persze, ha nagyon fáradt, akkor nagyon nehéz elkezdeni, de amikor már elkezdtem, akkor már benne vagyok egy folyamatban, gyáramlásban. Nekem a monotonitással nincsen problémám, úgyhogy tudom nyomni a gyakorlatokat folyamatosan. És itt fontos is, látjátok a példáinkból, hogy hát először egy picit nehezebb volt beindulni abban az időben. Pláne amikor kezdtünk, az még a múlt évtized végetlen volt. Hát igen, az 2007 volt. Akkor még mások voltak a világ energiái, tehát nem voltak annyira támogatóak, mint most. Igen, hát akkor tényleg az fejlődés. Ilyen sziklatörés volt. Igen, tehát ez igen. Itt a kőfejtőbe dolgoztunk volna, vagy a bányában. És tényleg mennyire más volt. Úristen. Tehát igen. Tehát így az eleje az nehezebb volt, ugyanakkor viszont idővel már olyan rendszeres tudott lenni, hogy már a test kívánja. És ezt javasoljuk nektek is, hogy a rendszerességet próbáljátok beletenni.
betenni a napi rendetekbe a magát a gyakorlás folyamatát. Akár az, hogy eljöttek csoportos órára, akár a terápiás órára, egyénire órára, vagy az otthoni gyakorlás, ami napi szinten nagyon jó, hogyha csinálja az ember. Mert az ad egy olyan ívet a fejlődéshez, ami nagyon fontos. Igen. Hiszen igen. Itt is a fejlődés csak attól van, attól működik, hogy csináljuk a gyakorlatokat. Jön ez az energia, átáramlik és segíti a fejlődésünket. Hát meg, hogy beleteszitek a szándékot, tehát azért az nagyon fontos, hogy a szíveteket, igen, szándékotokat pontosan, beleteszitek. Pontosan. És abban azért az égieknek az rögtön ott van a lehetőség, hogy húzzanak benneteket, bennünket. Igen. Úgyhogy ez, meg hát én szerintem fontos az, hogy az ember ne haragudjon azért magára, hogy Isten, ha kimaradt. Tehát törekedjünk a rendszerességre, nagyon-nagyon jó a rendszeresség, de nem tudjátok elrontani. Tudjuk megbocsájtani magunknak. Igen, ez nagyon fontos. Meg ez is egy út, ez is egy folyamat, egy tapasztalás, tehát ahogy itt hallgattatok minket, azért így átjön, hogy mi is próbálkoztunk sokféleképpen a magunk útján, és tényleg ahhoz, hogy ez így, ennek legyen egy könnyedsége és áramlása, ahhoz kellenek azok a tapasztalások, hogy tényleg például egy nehéz helyzetben ez mit emelt, vagy tényleg az ember úgy valamiért úgy rászokik, mert rászokik arra, hogy igen, folyamatosan megkapja azt a töbletet, azt a tényleg ilyen rezgés, emelkedés töbletet, ami tényleg annyira vonzó, hogy fontossá válik. Igen, meg hogyha testileg figyelitek saját magatokat, akkor lehet érezni, hogy ha például feszültség van a mellkasban, akkor milyen jó ráfeküdni a mellkaslabdás gyakorlat, ugye korábban említett stresszoldós labda gyakorlat. És akkor már ti is érzétek, hogy hú, itt feszültség van, na milyen, megcsinálom a gyakorlatot, és milyen jó lesz utána. És ezt egyrében akkor már tudjátok használni is ezeket a gyakorlatokat. Igen. Hogy megadott időben és helyen ki tudjátok oldani az elakadásokat. Hogy azok már ne legyenek ott, ne okozzanak problémát. Így van. Fontos itt ugye az egészségi állapot, és az a javaslatunk, hogyha valaki súlyosabb egészségügyi problémája van, ahol már az idővel is futás van, akkor viszont minél intenzívebb gyakorlás. És az a tapasztalat, hogyha ha valaki beleáll, és tényleg nagyon sokat gyakorol, és itt nem csak a gyakorlások vannak, de ugyanúgy a hanganyagok, a kristályok is, honlapunkon látjátok, hogy a csakravizek használatát is adott területekhez, lánával az egészségügyi probléma van, az nagyon sokat tud segíteni a fejlődésen. Tehát akkor egy intenzívebb gyakorlást javasolunk. Akkor, és ilyen esetben főleg az egyén terápiás órát is. Igen. Mert akkor célzottan kell dolgozni adott területnél. Igen. Hogy energiával átmossuk. Igen. Igen, ez nagyon fontos, hogy az ilyen betegségek esetén egy súlyos betegség ugye borzasztó nagy kihívás, és nem mindegy, hogy az ember hogyan tud ebben szembenézni. Ebből a lehetőséggel valahol, amit az élet adott neki, mert amik húznak minket a terhek, és nincsen semmi, amivel ugye meg tudjuk magunkat emelni, addig minden úgy kicsit olyan, talán úgy lehetne legjobban szemléltetni, hogy olyan szürke, olyan kilátástalanság van. Szürke, befele húzó, ilyen állapot. És abból azért ilyen megküzdeni valamivel nagyon nehéz. Viszont amikor az ember így elkezdi magát kiemelni, és nem is feltétlenül azért, hogy most mi az eredmény, hanem csak egyszerűen az, hogy máshogy legyen belül, akkor azért bármi jön, akkor abban könnyebb szembenézni, és így a súlyos betegségekkel is, és ez nagyon nem mindegy. Igen. Belső békét lehet így megtalálni. Igen, és aztán hát úgyis az lesz, amit az égiek akarnak. Viszont akkor tapasztalataink jók, de... Viszont igen, akkor már az ember saját maga oldalról, láról beletett mindent. Igen. Ahhoz, hogy eléri a célt. És akkor már úgy helyén vannak a dolgok. Igen. Ezért fontos a rendszeres gyakorlás, akár a
az Anamé program központjaiban, akár az otthoni gyakorlás. És egy folyamatos fejlődés. És ne ijedjetek meg attól, hogyha az élet ilyen hátráltató tényezőket küld, hogy most éppen lebetegedtem, vagy a gyerekért kell menni az iskolába. Ezeket meg kell csinálni, ezeket a dolgokat bele kell állni az életbe. De hogyha a saját magatoknak szántok gyakorlásnyi időt, akkor már mindent megtettetek. Igen, meg hát szerintem fontos az, hogy nyilván vannak ideális körülmények, hogy az ember szépen nyugodtan leül, helyet csinál magának, teret ad ennek az egész folyamatnak, de azért az élet ennél jóval cizellázott. Kacifántosan így is mondhatjuk, igen. Ha valakinek már megadatik ez, akkor az nagyon jó, és hát akkor nyilván végezze így. De amikor mondjuk, mit tudom én, ha valaki 2-3 kisgyerekkel van otthon anyukaként, vagy egyszerűen a munkája olyan, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozik, akkor, és a munkahelyén nem nagyon tud gyakorolni, akkor nyilván nincsenek meg ezek az ideális körülmények. Most mondtam pár példát, de nyilván sokkal több élethelyzet tudja megmutatni magát, és ilyenkor az a lényeg, hogy csináljátok. Ha 5 perc, 5 perc, ha 2 perc, 2 perc. Pontosan. És nem kell akkor megvárni, hogy csönd legyen bármi, csak csináljátok. Ez úgy is ad egy olyan erőteret körétek, ez a gyakorlás, ami ott van, ami jelen van, és ami értetek van. Úgyhogy igazából, ha innen nézzük, tök mindegy. Nyilván, ha megtehetitek, akkor legyen csönd, legyen külön szoba, legyen béke, de hát ez azért nem mindig jön így össze. Igen. És ugyanakkor belegondoltak végül, és minden megvan hozzá. Ott van a testetek, ott van a légzés. Így van. Ott a figyelem. Csak az irányít... körülöttetek. Igen, csak össze kell tenni a gyakorlatoknak megfelelően, ugye pláne az otthoni gyakorlatok, azt nem csak otthon lehet csinálni, hogyha munkahelyen valóban félre tudtok volna, akár oda is, de hát mindenki megtalálja magait, hogy hol csinálja, akár kint a természetben. Igen. Akár ez is lehet. Erről is beszéltünk, hogy ott milyen jó gyakorlatok. Igen, fú, igen. Én is szeretek az erdőben gyakorolni. De, tehát meg lehet találni azt a szabad időt, amikor naponta egyszer legalább megcsinálom az otthoni gyakorlatokat, ha voltam egyéni terápiás órán, akkor azonnal az oktatótól kapott gyakorlatokat is nyugodtan. Vagy ha van időm, akkor eljövök. Itt pedig az Anami központokban, itt pedig minden adott ahhoz, hogy igen. Tényleg minden körülmény a legideálisabb. Így van. Úgyhogy itt megvan minden hozzá. Persze. Meg hát igyekszünk nyilván olyan órákat kínálni, és olyan időpontokban, hogy mindenki számára elérhető legyen, úgyhogy ha azt tűzitek ki célként, hogy csoportos órákra jártok, akkor megvan a lehetősége nagyjából minden idősávban annak, hogy velünk gyakoroljatok. Igen. Itt még arra felhívna a figyelmetek, hogy az előbb, amikről beszéltünk, ugye, hogy magyarul ne hagyjátok, hogy a környezet az, ami irányítson titeket, hogy mikor gyakorlok, mikor nem gyakorlok, stb. Persze az élethez hozzá kell rendelnem azt, hogy időbeosztásai mit, mikor csinálok. De ha belső, magatokra támaszkodtak a belső stabilitásra, hogy akkor én gyakorlok minden nap, és ezt kitűzöm, és beosztom a napi rendembe, meghatározom, az nagyon sokat fog segíteni, és akkor nem az élet vihara mondja majd meg, hogy most te fejlődhetsz, vagy nem fejlődhetsz ezen az úton, hanem ti magatok szabadon választjátok, és azért ez nagy különbség. Igen. Nyilván itt van ez a döntés, hogy az ember mit szeretne. Tehát ellenállás az lesz újra meg újra, és ez sem baj, tehát nem baj, hogyha az ember újra meg újra átgondolja, hogy mit is szeretne. Amíg az ember újra meg újra meghozza azt a döntést, hogy fejlődni szeretne, változni szeretne, szeretne olyan szempontból változtatni esetleg magán, hogy a körülményekre is más szemmel tudjon nézni. És hogy esetleg a szeretetet válassza olyan helyzetekben is, ami esetleg nem erre indítaná. Akkor előbb-utóbb újra meg újra neki tud állni a gyakorlásnak. Igen. De ez azért szerintem fontos, hogy nincs abban semmi baj.
hogyha ezt a döntést újra meg újra meg kell hozni. Mert ez is a fejlődés és a gyakorlás része. Ugyanakkor ez a tapasztalat, hogy az elején még lehet, hogy sokszor van, amikor idézőjelben elbukik az ember, és akkor újra meg kell hozni a döntést, akkor újra folytatom, stb. Viszont idővel, ahogy elhagynak azok az elakadások, amik okozzák ezt, hogy akkor elbukom, akkor egyre kevesebb szer kell meghozni ezt a döntést, mert akkor már meg lesz az az a tiszta fény, amit visz tovább minket. Meg hát ezen az úton. Igen, akkor már a döntés úgymond megvan. Igen, pontosan. Igen. Szóval körülményeket ne hagyjátok, hogy befolyásoljon. Saját magatokra támaszkodjatok, és csináljátok a gyakorlatokat. Még esetleg arról beszélhetnénk, nekem az jutott most így eszembe, hogy az intenzitás, hogy mennyit egy nap. Mert most arról beszéltünk, hogy a rendszeresség, meg hogyan lehetne beépíteni, de hogy mit tudom én, van, aki egyszer-kétszer, valaki valószínűleg többször is tud gyakorolni egy nap. És hogy ennek hogyan lehet helye, vagy mi az ideális, mikor mit ajánlunk, vagy neked nem tudom, mik a tapasztalatai. Egyrészt ugye korábban említettük, hogy ha valakinek súlyos betegség, akkor minél többet gyakoroljon. Tehát ott nincs az reggeltől estig nyugodtan. Igen. Hát meg amit az oktatója alapvetően javasol számára. És figyeljétek meg saját magatok, hogy milyen állapotban vagytok. Mert ha például van, akinek alvás problémája van, stb., akkor a fél év gyakorlatok, amik ugye elérhetők a YouTube-on, a mi csatornán, illetve a honlapunkon is, akkor azt inkább reggel délelőtt érdemes csinálni. És este például a stresszoldalat a gyakorlatok. Igen. Így van pontosan, tehát a nyugtató hatású gyakorlatot. Erre figyeljetek oda. Ugyanakkor viszont naponta érdemes gyakorolni. Naponta érdemes gyakorolni. Tehát, hogyha naponta egyszer előveszitek, és akkor több 10 percen keresztül gyakoroltok, az már egy nagyon jó kezdés. Meg érdemes megfigyelni szerintem az intenzitásnál, hogy kinek mi az, ami működik. Tehát mi az, amivel úgy tényleg stabilan érzi magát az életben. Tehát, hogy az egy gyakorlás, egy nap, akár egy kicsit úgy jobban beleengedve magát a gyakorlatokba, vagy kell az, hogy reggel, és akkor elinduljon a nap. Mondjuk erre egyébként a YouTube-os gyakorlatok nagyon jók. Igen. Tehát annyira beindítják a rendszert, és teljesen más, hogy indul a nap. Más érzetekkel. És azért ez nem mindegy. És de valakinek, szóval valakinek kell lesz a reggel este, vagy reggel délután, valaki viszont jobban szereti ezt az egy alkalmas, tehát hogy egy nap egyszer való gyakorlás. Azért arra, hogy vagytok, arra érdemes figyelni. Igen. Meg hogy milyen folyamatokban vagytok. Mert vannak azért olyan folyamatok, amikor érdemes egy kicsit puhábban hozzányúlni a rendszerhez, kicsit több megértéssel, szeretettel. És van, amikor meg úgy tényleg úgy kell kicsit, hát nem keményebben, mert az rosszul lenne, de egy kicsit olyan szigorúbban, szikárabban menni és csinálni. És ezt azért érdemes figyelgetni. És ha nem vagytok biztosak benne, hogy esetleg jól látjátok-e, vagy jól méritek-e fel a saját állapototokat, akkor ott vannak az oktatók, akkor beszéljetek az oktatókkal. Itt azért az óra után mindig van lehetőség, igen, körbe, ott és ilyenkor kérdezni. Nyugodtan lehet kérdezni, és várjuk is egyébként a kérdéseket, mert így sokkal könnyebb együtt dolgoznunk, és sokkal, sokkal eredményesebb lehet. Úgyhogy kérdezzetek bátran. Mert azért ez nagyon fontos, hogy az intenzitást azt megfelelően határozzuk meg. Igen. De egy alapállapotban, amikor nincs valaki annyira kibillentett állapotban, itt testi, illetve lelki szempontból, csak úgy nyom az élet, hogy most már fejlődjünk, de ez mindennyire akkor napi szintű gyakorlás nyugodtan, mert az otthoni gyakorlásokkal, vagy akár a csoportos órákon és napi szinten igen, is részt vehet. Jó.
Én úgy érzem, hogy eléggé kiveséztük ezt. Igen. Én is ha... most azt figyeltem, hogy jön-e még valami, amit esetleg így el lehetne mondani itt a gyakorlás kapcsán. Hát ha valamit úgy érzitek... Tisztulási tüneteket esetleg. Tisztulási tüneteket még beszélünk. Közben még közbevetem, hogy ha valamit még úgy érzitek, hogy a gyakorlás kapcsán még kérdésként felmerül, de nem kaptatok választ most ebben a kis videónkban, akkor a honlapon a gyakori kérdéseknél megtaláljátok. Tisztulási tünet. Hogy akkor mi van akkor, ha beindul a tisztulási tünet, vagy esetleg például meg lehetne említeni még azt, hogy ha az ember kicsit megbetegszik, tehát mi van az, ha mondjuk télen valaki náthás lesz. Mert ez is gyakorta fölmerül, hogy ilyenkor mi a helyzet a gyakorlással. Igen. Neked mi a tapasztalatod? Először a tisztulási tüneteket vegyük szerintem, mert egyrészt tudnotok kell, hogy nem az a NAMI program okozza a tisztulási tüneteket, tehát nem erről van szó. Itt az történik, hogy egy többlet energiát viszünk a rendszerbe, ami folyamatosan jár le, föl le, és nyomja ki azt, ami nem a testbe való. Magyarul az elakadásokat. És ahogy ezt kinyomja, ez testi érzetben megjelenhet. Mert ugye vagy nem éri el az inger küszöböt, és akkor nem is érezzük, és úgy tisztul ki, vagy eléri az inger küszöböt, és akkor valamilyen testi érzet formájában. És ez mindenkinél más. Tehát a belső elakadás az, ami kitisztul, és az okozza a tisztulási tünetet. Igen. És ilyen esetben, hogyha érzitek, hogy attól még tovább tudtok gyakorolni, bár a test jelez, hogy ez a terület egy picit jobban fáj, vagy a másik terület érzékenyebb, stb., akkor nyugodtan csináljátok tovább a gyakorlatot. Ha túl erősnek érzitek, nyugodtan gyertek csoportos óra végén, kérdezhettek bátran. Meg tudjuk ezt mondani. De alapvetően az a tapasztalat, hogyha az ember még, hogyha egy ilyen erősebb testi érzet is van, és nem hagyja abba a gyakorlást, hanem folyamatosan csinálja tovább, akkor hamarabb kipörög. Hamarabb elhagyja a testet, elhagyja az életet. És ugyanígy van az élethelyzetekkel is egyébként, mert általában fizikai tisztulási tünetekről beszélünk, de tisztulási tünet az is, hogyha az embernek van egy olyan lelki folyamata, ami nehéz. Vagy az élethelyzetek pörgik nagyon ki magukat. És igen, sors begyorsul. Igen, pötit. És... Hát ilyenkor is azért érdemes beleállni, és csinálni a gyakorlást. Nyilván, amit már említettünk, hogy néha szükség van arra, hogy egy kicsit, hogy megértéssel forduljon az ember maga felé, és aztán újult erővel nekiállni egy intenzívebb gyakorlásnak. Ha ezt érzitek magatoktól, akkor rendben van, ha nem, akkor azért nyugodtan beszéljetek az oktatókkal velünk. Igen. Mert azért ezzel kapcsolatban már van tapasztalatunk, hogy mi az, ami leginkább szolgálna benneteket a folyamataitokban. És fontos az, hogy a tisztulási tünetektől ne ijedjetek meg, mert alapvetően, tehát ez ilyen van a világban. Tehát ha egy lébőtkúrát megcsinál az ember, akkor is lesznek tisztulási tünetei. Ez egyáltalán nem a világ vége, és mindenképpen azért az ember néha belegondol abba, hogy most egy fejfájással, vagy egy ajhasi fájással, vagy egy kicsit nehezebb élethelyzettel kitisztul valami, de úgy általában szerintem ezt mindenki tudja érezni, hogy ott azért annak van egy súlya. És valahol úgy az ember annyira van okos és ügyes, hogy úgy érzi, hogy hát ez ott azért van, most valami nagy dolog megy ki. Tehát azt, hogyha egy olyan csomag oldódik, akkor azt megérezzük. És hogyha ebbe egy picit belegondolunk, hogy mekkora áldás az, hogy ez mondjuk csak mondjuk egy alhasi fájdalommal, vagy egy rosszabb, hát nehezebb lelki állapottal, vagy sorolhatnánk még el, oldódik ki, akkor azért ez egy nagyon nagy áldás. Nagyon nagy áldás, mert a sors szintjén, hogyha csak a sorsot hagyjuk dolgozni, ami szintén értünk van, akkor ezek néha jóval rögösebbek. Tehát érdemes azért... Hosszabbak, fájdalmasabbak. És több szereplősek. Igen. Sok esetben, és azért ezt érdemes néha figyelembe venni.
érdemes megnéznetek a tisztulási tüneteinkről szóló videóinkat igen, is. Igen. Ehhez kapcsolódóan. Igen. És betegségeknél? Hát jó, az ilyen megfázásos történetek, kisebb láz, tehát most nem a nagyon komoly betegségekre gondolunk. A tapasztalat az, hogy ha gyakorol az ember, akkor gyorsabban ki tud venni. Tehát például én milliószor tapasztaltam, de szerintem te is. Sőt, hát valahogy reggel bejövünk órát tartani, az ember még kicsit úgy náthás, még egy kicsit fúj az órát, meg úgy olyan kicsit nyomottabb, és már egy vagy két óra, és annyira átmosod, hogy tényleg semmi. Igen. Vagy kaparatorok reggel, és már délben semmi bajunk nincsen. Tehát azért ez az energia tényleg át tud mosni. Nyilván, hogyha olyan szinten, tehát én is töltem már ki úgy táborban múltkor, hogy nem tudtam folytatni, mert olyan szinten levert. Hát ez egy erősebb. Az a láz. Tehát azért érdemes fölmérni itt is, hogy miről van szó. Akkor viszont pihenni. Akkor viszont, akkor le kell feküdni, és akkor ilyenkor jók a hanganyagok, víz. Kristályok. Kristályok, tehát ilyenkor érdemes egy picit bekuckózni. És akkor hagyni, hogy körbevegyenek minket. Igen, és azok segítségével akkor egy nyugodtabb testhelyzet. És akkor úgy szépen bele lehet simulni ebbe az erőtérbe, és az is nagyon áldásos. Vigasztalom. Igen. Azt hiszem, akkor igen, elmondtunk mindent. Úgyhogy, hát nagyon jó gyakorlás kívánunk nektek. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, várunk szeretettel titeket az Anamé Központokban, órákon, akár csoportos, vagy egyéni órákon, akár Skype-on keresztül is. Jó gyakorlást kívánunk otthonra, és ajánljuk figyelmetekbe vagy webshopunkat, ahol a kristályról, könyvekről, a hanganyagokról, illetve csakravizekről is részletes tájékoztatást tudtok szerezni. Köszönjük, hogy megnéztetek. Köszönjük szépen, Isten áldjon benne. Isten áldjon. Sziasztok!